A NATO minden békekezdeményezést üdvözöl, ugyanakkor azt szeretné, hogy a végső szót Ukrajna mondja ki a rendezésről, ezt a szövetség főtitkára Jens Stoltenberg mondta, a kínai elnök moszkvai tárgyalására reagálva. Stoltenberg arra figyelmeztette Kínát, hogy ne szállítson fegyvereket Oroszországnak. A kínai béketervnek vannak pozitív elemei, amelyeket én is támogatok, például a nukleáris biztonság fontossága, a civilek védelme, és nem utolsó sorban a szuverenitás, a függetlenség, valamint a területi egység elismerése ügyében. Természetesen bármilyen béketervnek Ukrajna ügyében ezeken az elveken kell nyugodnia, mondta a szövetség főtitkára. A NATO szerint nincs arra bizonyíték, hogy Kína fegyvereket szállítana Oroszországnak. A főtitkár ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy Peking és Moszkva szövetsége egyre szorosabb lesz. A Moszkvában zajló tanácskozás egy olyan minta része, amit az elmúlt években láttunk. Kína és Oroszország egyre közelebb kerül egymáshoz. Emlékezünk arra, hogy hetekkel az invázió előtt, tavaly februárban Xi elnök és Putyin találkozott Pekingben, és aláírták a korlátlan partnerségről szóló nyilatkozatot, tette hozzá Stoltenberg. A főtitkár a sajtótájékoztatóján üdvözölte, hogy hamarosan Magyarország és Törökország is ratifikálni fogja Finnország csatlakozását. A svéd NATO tagság ratifikálása pedig kiemelt feladat a szövetség számára, Jens Stoltenberg szerint.